Köszöntjük nézőinket, újabb fordulóhoz érkezett a vízilabda OB egy alapszakasza, így nagy kérdés, hogy kinek hoz majd szerencsét a 21-es szám, ugye a 21. forduló találkozója kezdődik meg másodpercek múlva. A házigazda Panergy Miskolci Vízilabda Klub vagy a Debrecen profitál ebből a 21-es nyerőszámból. Hát nem kérdés, hogy kinek szorítunk, az viszont egy nagy kérdés majd, hogy kinek sikerül ez a találkozó. Csak gyorsan a statisztika. A 12. helyet foglalja el a fehér sapkás házigazda Miskolci Vízilabda Klub, a 13. Debrecen a vendég együttes a sötét sapkaszínben. Tegyük hozzá gyorsan, hogy a két csapat között 4 pont távolság van. A vendégcsapat 19, a Miskolci együttes 20 találatot teljesített eddig. És miután ebből a fordulóban már lejátszottak egy mérkőzést, mely során az Újpest vereséget szenvedett a Ferencvárostól, így elmondhatjuk, hogy nagyon szép állást tud megteremteni, előidézni egy esetleges hazai győzelemmel itt a Miskolci együttes. És hogy még teljesebb legyen a szórakozás és a minden részlet feltárása, megismerése, köszöntöm itt állandó szakértőnket, vendégünket, Bakner Andrást, a klub szakmaigazgatóját. Jó estét, András, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és szívvel üdvözlök mindenkit ezen a mérkőzésen. Elég régóta nem jelentkeztünk már élőbe a Miskolci uszodából. Hát ez a mai mérkőzés méltó ahhoz, hogy belelevinítsük, hogy a városunkban létezik vízilabda is, méghozzá nem is akármilyen. Istvánnak a beharangozójához annyit tennék hozzá, hogy a múlt héten volt egy nagyon-nagyon parás mérkőzésünk, ugyancsak hazai pályán, ahol sajnos 11-10-re alul maradtunk a Ferencváros ellen, de ne felejtsük el, az a Ferencváros, amelyik a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 között is vitézkedik, és valószínű, hogy nem a 8. helyen, hanem tehát a klubvilágbajnokságban ott valahol a 4.-5. helyen, de lehet még, hogy előrébb fog végezni. András, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, mindjárt kezdődik a ráúszás. Az a szinte már döntetlennel felérő egy gólos vereség a Ferencváros ellen adhat egy olyan alapot, adhat egy olyan lendületet erre a meccsre a csapatnak, hogy a terveket, vagyis a hazai sikert abszolválják a mieink? Hát remélem a jó játéknak az impulzusai benne maradtak az izmokba, de ez egy más mérkőzés. Tehát ez egy kiki mérkőzés olyan szempontból, hogy a Debrecen az életéért játszik, tehát a Debrecennek csak a 3 pont elfogadható, viszont számunkra meg a győzelem kötelező lenne hazai pályán elsősorban, másodszorban valahol kúszni felfele a ranglétrán, hogy megmutatni, hogy mi nekünk a helyünk nem ott van, ahol pillanatnyilag található a csapat, hanem egy kicsit magasabban. Tőzsér elhozta a ráúszásnál a labdát, így az első akciót a Miskolci együttes vezetheti. Higgadt, türelmes labdajáratás, piros szembe a kapuval, de az nem volt lövőhelyzet. Tovább folyik a labda kézről kézre, 6 másodperc támadó idő, most már lassan lőni kell, jön is a lövés, a hosszú sarkot céloztuk, de Krasztai Bendegúz lövése pontos is lehetett volna, ha nincs egy blokk. Ha pattintja, akkor valószínű, hogy gól lett. De támadásban maradhat a házigazda, most jön egy nagy piros bomba, amit az előbb is láthattunk volna már, de akkor egy türelmesebb megoldás mellett döntött a Miskolci 13-as, most pedig a kipattanó után a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy a vendégeké a labda, s ha már játékvezetőkről volt szó, Kovács Soma és Tóth Sándor urak dirigálnak ezen a mérkőzésen. Na nézzük, Fülöp Bence kezében a labda, az első vendégakció rajzolódik ki. Centerbe Vismaj Boton, és a bekje meg a tesó. Na most az ex-Miskolci, jelenleg debreceni 9-es számú Vismaj Boton nyerte ezt a mini párbajt, és ezzel vezetést is szerzett csapatának. Igen, hát rossz ütembe engedt el. Szerintem pontosan akkor engedt el, mikor a kezét a labdára tette, és annyi ideje volt, hogy kapura lő. Ugye ez a két együttes ebben a szezonban már találkozott egymással.
Debrecenben 12-11-re nyertek a miskolci pólósok, és hát azt sem adták innen azt a győzelmet. Feltételezhető, András, hogy megint egy ilyen nagyon szoros kiki meccset játszanak a csapatok, vagy picit nagyobb lesz a rés? Hogy érzed ma este? Igen, egyelőre összeszedetten védekezik a Debrecen, mi meglövöldözünk össze-vissza. Hát igen, a hazai pályának ugye nem mindig előny, mert azért a teher rajtunk van, mivel mi játszunk itt. Jó, hát ez az akció nem sikerült, de hát még jócskán lehet pótolni, majd visszaigazítani még ezt az eredményt. Például majd most ebből az akcióból Fülep Bence vállalkozott egyet, vállalkozó kedve nem is volt gond, a kivitelezés már kevésbé volt sikeres, és most nézzük a választ. Sélei Rauser itt nagyjából a felező vonalnál kapta, és indította a társat, Krasznai közeledik a kapuhoz. És ez a hosszú sarkot célzó lövés ezúttal már jó, egyenlít a házigazda. Gyönyörű szép gól volt. Bende Guzzal, én elég sokat szoktam beszélgetni edzés után. Volt egy sztereotípiája, hogy a rövid sarkot lövöldözte, és hála jó Istennek úgy látszik, hogy az edző meg az én tanácsomat is kezdi megfogadni, mert gyönyörűen lövi ki az utóbbi időben a felső sarkot. Minden esetre bízhatunk abban azért, hogy ez nem az első, vagy bocsánat, az első volt, de nem az utolsó ilyen krasznai mozdulat volt. Szükség is lesz rá, mind a Miskolci 4-es részéről, mind pedig a társak részéről, hogy hasonló jó egyéni teljesítménnyel rukkoljanak elő, hiszen nagyon fontos lenne itt egy hazai, egy fehér sapkás győzelem ezen a meccsen. Egy átlövés kísérlet, de kísérlet is marad, Török Béla elvállalta, de nagyon szépen hárított Tomás Oferica, és ebből indulhat újból most a hazai támadás. Megint Sélei Rauser indítja meg a miskolci támadást, közeled a kapuhoz. Akár még lövés is lehet, de hátulra érkezett egy szerelés. A játékvezető szerint tiszta volt. Ez 5 méteres. Tehát hátulról 5 méteren belül ráütöttek a kezére, a véleményem szerint 5 méteres. De hát ugye a síp az a bírónál volt. És az most néma maradt. 1-1-es állásnál, amikor 4 perc 40 van hátra az első játékrészből, a debreceni akciót láthatunk kibontakozni. Idős présbe kerültek a vendégek, 4 másodperc támadó idő, Töröknek lőni kell, jön is a lövés, és jött a védés, majd összeszedik a labdát a miskolci legények, Nagy Norbert és Vismeg együttes erővel, és indulhat is az ellencsapás. A vezetésért támadhat most a házigazda a meccs során először, és reméljük, innen kezdve már ki sem engedik majd a miénk a kezükből. Piros csatlakozik az akcióhoz. Középre megy a bejátszás. Ezt hogy csináltam? Nagy Norbert szinte már elsüllyed, de még ott volt valahogy a keze a labdán. Azt hittem, hogy a Piros el fogja lőni, de a Jobbik megoldást választotta. Higgadt megoldás volt, mint Piros, mint pedig Nagy Norbert részéről. Egyelőre azt mondanám, ha egy kicsit viccelődnék, hogy Miskolc-Debrecen 1-2, tudnélik. A két miskolci gólt volt debreceni játékosok lőtték, és a Debrecen gólját meg egy volt miskolci játékos. Hát ismerik oda-vissza egymást a csapatok, nehéz is meglepőt húzni, de a fegyelmezett csapatjáték és az a ív, amit most már az elmúlt mérkőzéseken is bejárta a házigazda, az azért az kamatozhat, például ezen a meccsen is. És ugye csapatjátékról beszélünk, így egy jó kapust, ez az alap, Hoferica most már a harmadik szép védéssel járul hozzá, hogy 2-1-re vezessen csapata. Krasznai hozza megint föl a labdát. Gyorsan visszazár a Debrecen is, és azonnal a pici apró faultok a labdás játékosra. Piros. Nagyon ravasz kísérlet volt, de nem elég pontos volt. Kellett volna passzolni. Annyit tennék hozzá az egészhez, hogy a Hofericának a jó védései annak is köszönhetőek, hogy jól védekezünk. Tehát van egy nagyon jó szoros védekezés, ami lehetővé teszi azt,
lehetővé teszi azt, hogy ő is csillancson, hogy nem tudnak olyan tisztán lőni kapura a támadók. Most ugyan Pacsi elvállalt. Igen, sokadik ellentámadást vezetjük. Reméljük, hogy Vismeg Botton ebbe el fog fáradni. Sél egy nagy lóba, gyönyörű, okos találat. A kapus jó irányba ment, de nem tudott reagálni rá. Ezeket a lefordulásokat gyakoroltunk egész héten, ami úgy látszik, hogy sztereotípiaként jelenkezik a mérkőzésen. Vidománszki mester ezt csinálta, egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus jó gyakorlatot csinált egész végig, amiben úszás, kondíció, lövés kihasználása az 4 az 5-be, 5 a 6-ba, úgyhogy hála jó Istennek, csak így menjen tovább. És bizony, ha az edzéseken tanultak, visszaköszönnek a meccsen, azért az nagy büszkeség mindenkinek, játékosnak, szakvezetőnek egyaránt, és főként úgy, hogy már 3-1-re vezet a Miskolci együttes, 2,5 perc van az első negyedből hátra. A debreceni akció indul most meg, még itt van ideje a vendégcsapatnak, a kéksapkásoknak egy labdajáratásra is akár. Bejátszás középre, egy 3-as gyűrű a labdás játékosra érkezik, de Sípszó is érkezik. És az első hazai kiállítás ember előnyben itt folytathatja most a Debrecen. Középen Macsi várja és kapja a labdát, de nem ülő, hanem megy a labda szélre. Somlai meglóbálta, ellőtte, de Koperica érkezett. Ott most nem volt lehetőség gólszerzésre, lehúzta a rólót a Miskolci kapus. Igen, Koperica egyelőre végzi a dolgát, nagyon jól játszik. Közben ja, Tancer kapcsolódott be, és érkezik Biros is a csapat akciójával. Lőni kell lassan, mert már csak 5 másodperc, de nem volt jó a bejátszás középre. Illetőleg Tanceren dolgoztak nagy erőkkel a debreceni kollégák, és most nem jutatott el hozzá. Nem választotta a legjobb megoldást, nem kellett volna odaadni. Stepanides átforgat a túloldalra, majd vissza is kapja a labdát. Kezd vészesen fogyni a támadó idő, most jön a lövés és nem talál kaput, pedig nem volt rossz helyzetben Fülöp. Ennek az egyik oka az, hogy volt ott még egy blokk. A játékvezetők szerint maradhat támadásban a debreceni csapat, de azt a sapkát fel kell venni az érintettnek. Ezt várjuk, most meg egy kis szusszanás lesz. Közben pedig érkezik a kispadról is egy kis segítség a vízben lévőknek. 1:10 van hátra, 3-1-re vezet át a Miskolci együttes a Debrecen ellen. Picit gyorsan szeretett volna visszajönni a medencébe. Sélejére úgy erőt kellett eligazgatni, és akkor most indulhat a játék. Macsi Patrik tovább teszi. Nagyon jó védekezés, kiegészültünk, és most pedig újból ember hátrány. Abban a pillanatban, amikor szépen felállt védekezni a házigazda, Tancer a kiállított, de a játékvezető kikérik a labdát. Most lehet gyakorlatilag, nézik a jó oldalát. Nem értem, mi a probléma. Többen sem értik ezt a medencében, ezt az ítéletet most, illetve az utójátékot. Nem. Kettes hátányban vagyok. No. Várkonyi Ádámot is kirendelték oda a büntetőhelyre, de sok-sok értetlen tekintet szegeződik oda a medencében zajló eseményekre. Talán a két játékvezető tudja csak, hogy mi is, meg hogy is történt. Minden esetre most 2 hátrányban fogja folytatni a miskolci csapat. És egyre nagyobb most a káosz, de csak összejön a folytatás még. De mi ez a... Nem értem.
megszakad a játék. Ha volna egy kettős kiállítás, nem szabad pihentetni az ellenfelet ilyenkor. A kapus mellett ketten is még ott a szinte a gólvonalon, a labdát járat a vendégcsapat, hiszen kettős előnyben vannak, és ott tátongott a rés, de hát nem volt nehéz dolga ennél az akciónál, illetve a befejezésnél a vendégek nyolcasának, és Macsi Patrik a második debreceni gólt jegyzi ezzel a közeli zicser értékesítéssel. Hát most minden esetre megcsavargatták a játékvezetők itt a történéseket. Hát azért elég érdekes, hogy egy negyedben már három kiállítás nálunk, egy az ellenfélnél. Tehát ez érdekes. Tehát... Egy akció belül kettőt is kapott a Miskolci együttes. Tehát most a hátralévő idő még elegendő lehet arra, hogy újból kettő gólos távolságra nyissák a különbséget a csapatok. Egészen pontosan a támadásban lévő Miskolci együttes. Rögtön egy kiállítás vendégoldalon is, és innen kezdve pedig a Gyula Bence kiúszik a medencéből, és a pályáról elindulhat az ember előnyös játékunk. Szép higgadt labdajáratás. És egy végtelenül okos gól. A kapus vonalak, Böröcki Marcell megszerzi a negyedik Miskolci gólt. Elmondanám, ez egy nagyon fontos gól volt. Egy az, hogy visszaadja az önbizalmát a játékosoknak, tehát az emberkorba. Kettő az, hogy el tudtunk menni két gólra. Reméljük, hogy az első negyed marad a két gól különbség. Az egy tökéletes kiinduló pont lenne a folytatáshoz, de hát még 15 másodpercig védekezni kell ebben a negyedben, mert elméletileg még odaérhet a kapuhoz a Debrecen. Szépen fel is veszik a labdás játékost, a milyen Biros már a felező vonalnál, a képzeletbeli felező vonalnál érkezik egy apró faultra. Ez egy brutális nagy bomba volt, Török Béla beleállt, minden rutinját, erejét belerakta is, be is szerkesztette. Ez a rutintalanság a mi részünkről, hogy 7-8 méterre nem fautolom le, csak ott vagyok rajta. Mert ha lefautolom, akkor lehetőséget adok a szabaddobásra. 4-3-ra vezet tehát az első negyed végéhez érve a Miskolci Vízilabda Klub a Debrecen ellen, egy nagyon-nagyon fontos bajnokin, mindkét csapat szempontjából nagyon fontos bajnokin. Éppen ezért kérdezem, András, hogy így az első lépés, az első negyed milyen képet festett számodra, mennyire tetszett a játék? Hát látszik, hogy a Debrecen mindent megtesz, erőn felül próbál teljesíteni. Én a mieinkben még egy kicsit érzem a görcsösséget, tehát nem vagyunk felszabadulva. Még egyelőre azt hiszem, hogy a gépezet nem működik úgy, ahogy kell. De hát reméljük, hogy a második negyedre fel fogjuk őrölni az ellenfelet fizikálisan. Tehát mert jobb úszók vagyunk, kondicionálisan jobbak vagyunk. Ott van egy-két lövő ember, a Török Béla, a Fülöp Bencével, Macsi Patrik, őket kell megfogni, és az elején nagyon jól semlegesítettük őket, tehát hagytuk lőni, de úgy, hogy nem adtunk fautot, nem adtunk lehetőséget a szabaddobásra. Most ez egy hiba volt, amit már említettem, hogy ebben a helyzetben nem fautolok, csak ott vagyok rajta, zavarom, olyannyira zavarom, hogy ne legyen faut. De hát mindjárt kezdődik a második negyed, hát remélem, hogy ezeket már nem látod viszont. Hát hiszen milyen szép is lenne, ha liba nélkül játszana egy bajnok itt a csapat, de hát ilyen valószínűleg soha nem lesz. Minden esetre az első lépés megvan, ha csak egy gólos is, de előnnyel kezdi a folytatást a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A második játékrész elején hazai részről Kraszna úszik majd a labdáért, a másik oldalon pedig Korbán Richard próbálja meg begyűjteni majd a játékszert ott középen. Minden esetre tényleg ki kell emelni, hogy nagyon szépen visszazár a Miskolci együttes, úszássebesség, úszás mennyiség rendben van, higgadtan, türelmesen jár a labda az ellenfél kapuja előtt, és egészen egyszerűen ennek a dolognak, ennek a sok összetevős játéknak kamatoznia kell a folytatásban hazai részről.
szerencsére a labda mifelénk billent el, remélem, hogy elég lesz. Pont annyival piccent a mi oldalukra, amennyivel mi hamarabb értünk oda. Ez a hazai medence előnye. Igen. Erre mondják azt, hogy a hazai medence előnye. Na nézzük a második negyed első akcióját, tehát a házigazda, Fehér Sapkás Miskolci csapat vezetheti. Piros kirakta a szélre a labdát, Zsílei Rauser lopakodik egyre közelebb. Slukás Zémanról középen kiállítják Török Bélát. Ember előben folytathatja akcióját. A Panergy Miskolci vízilabda klub. Van még idő labdát járatni, még 8 másodperc. Zsílei Rauser középre Zémanhoz. Nincs fújás, megy tovább a játék. Lecibálták a fejét közben, de mindegy, nem fújtak semmit, de nem onnan, hát hárman voltak rajta, kellett volna hátulról lőni. Na most nézzünk egy sikeres védekezést hazai részről. Fülöp Bence kezében a labda, Korbán vissza a feladóhoz. Nagyon elfogyott az idő, 5 másodperce van a vendégcsapatnak, de sikerül a Bismack Botondnak ott végrehajtani, amit az ő pozíciójában kell. A labda egy pillanatra a kézen volt, és így már jöhetett is a sípszó. Ebben előnyös debreceni akciót láthatunk most már. Megvan! Hát ez honnan jött ki, de a lényeg, hogy kijött. Szerencse. Nagyon megnézte Macsi Patrik, hogy hova lője, de nem eléggé nézte meg, mert Hoferica még bele tudott élni, és a keresztléc alsó lapjáról pattant ki a labda végül is. Na lehet újból 2 gól közte, hogyha ez az akció eljut a végéig. Zsélei Rauser. Középen Biros. 5 másodperc, megpattan a labda, de nem szerencsésen hazai szempontból. Kósik Sama nézi, ott nézeget, hogy kihez tegye. És visszaúszás közben kiállítás. Fordítva volt. Tőzser Dávidot küldték ki a játékvezetők. Újabb sípszó. Időkérés a debreceni oldalról, ha jól látom. Csak ezt nem nagyon lehetett hallani, érzékelni. Igen, 6-3-as kiállítás van, tehát azért egy kicsit én úgy gondolom, hogy mintha Debrecen játszana otthon, nem a Miskolc. Hát reméljük, hogy ezt a hátrányt, ha szabad így fogalmazni, hogy hideg fejjel, forró szívvel ellensúlyozzák majd a fehér sapkások, akik a folytatást tehát ember hátrányban kezdik majd meg. Igen, válasz, egy pár téves döntés született, például az utolsó, a Birosé, ez abszolút felelőtlen volt, olyan szempontból, hogy nem volt átgondolva. Na nézzük, 8 másodperc már csak, kapufa! És ennyi szerencse azért kell a játékhoz, nagyon tisztán lőhetett. Itt kiállítás van. És mégsem talált célt a debreceni játékos, kiállítás. Hát most a medencében, a medence parton zajlanak az események. Nem tudom, mit reklamál a debreceni edző, mert nem tudom, mit reklamál. Minden esetre én azt hiszem, hogy ez hát időkérésnek jó, de megvoltunk 23-2-be. Tehát itt pillanatok alatt fennlettünk volna a kapu előtt. Nem tudom, majd most a példa bizonyítja, hogy jókor kértünk időt, vagy nem, mert a gól számít. Tehát ha belőjük jókor... Jó, hát reméljük, hogy a jókor verzió valósul majd meg. Minden esetre az előbb egy picit talán ilyen kapkodósabb, ugyanakkor valóban létszámelőnyös akciót vezethetett volna a házigazda. Most időkérés után egy picit rendezettebben, klasszikusabb támadás pozícióból folyik majd tovább a játék, és ugye ebben előnyben lesz most a
akciójánál a Miskolci együttes. Hofenice kezében már ott van a labda, el is indul a támadás. Biros, Krasznai, Sélei Rauser. A túloldal is bekapcsolódik. Újabb kiállítás. Spitulát küldi ki a játékvezetők, Biros még nem lő, hárman védekeznek a kapuba, még van idő. Most Biros Barna, nem ő. Majd talán ez a mozdulat sem Várkonyi, nem vállalta. Biros! Ő elvállalta. Jó döntés volt, András, mert gól lett a vége. Persze, persze. Jó döntés volt, tehát a Vidumánszki mesternek megsüvegelem a döntését, mert a megúszás nem biztos, hogy gól lett volna. Úgyhogy, hát igen, utólag okos az ember, de igen, hát ő ezt így érezte, jól érezte, jól érezte. Nekünk van egy komoly helyzeti előnyünk, hogy innen fölülről nézzük az eseményeket. Igen, egy kicsit más pozícióval látjuk az egészet. Hogy a bírók most egy akcióval itt kiegyenlítették majdnem az emberkort, tehát már egyel állnak csak a debreceniek jobban. De hát reméljük, hogy a két gól előny az minimum maradni fog. Nagyon sok idő van még ebben a negyedben is, 5 perc van konkrétan hátra a nagyszünetig. Kiállítás újból nagyon könnyen szólal meg a sík most a meccs ezen szakaszában. Igen, jönnek a kiállítások. A tehát ember előnyös debreceni támadás, de már csak 6 másodpercig, most jön a rövés. De miért nem megy ki rá? Török lövésébe még bele tudott érni Hoferica, de hárítani nem sikerült. Újból egy közte 5-4 levezet a miskolci csapat. Most egy picit ott eltolódott az ember hátrányos hazai védekezés. Nem lesz egy könnyű mérkőzés. Igen, és ezt sejteni is lehetett, hiszen a Debrecen ugye kis túlzással az életéért küzd. A Miskolci csapat pedig gyönyörűen... Nézzük meg, hát az kiállítás, pontosan. Török Bélának a második kiállítása. Gyors egymás utánban Spitulát kétszer is kiküldik, két egymást követő akció során a medencéből. Hú, de nagy gól volt! Tűzsér Dávid kegyetlenül bevágta! Igen, nagyon szép gól volt. Nagyon szép gól volt végre. Szóval ezeket kell preferálni, nem a bejátszásokat a kapufára, mert ott tömörülnek, mert vannak jó átlövőink, és úgy látszik, hogy hála jó Istennek, hogy a Kósik a mai napon nem a gólvédő kesztyűjét vette fel, úgyhogy én remélem, igen. Minden esetre az is feltűnő, András, így. Na ez egy komoly. Egy jó labdaszerzés volt. Na ez ha be tudjuk fejezni. Na 3-2 ellen megy a házigazda, de akár be is fejezheti Sélei Rauser egyedül. Szólalni az ember, hogy mi lesz ebből, mert nagyon érkezett a védő, de nem elég gyorsan. Igen. Sélei Rauser pedig figyelt még hátrafelé is, igen. És mégis gól lett. Ez már lehet egy fegyvertény a 3 gól, de még nincs vége a meccsnek, úgyhogy fegyelmezetten kell. A játékvezetőnek a dicséretére szólva tényleg nem történt semmi, elengedte a szerelést. Úgyhogy reméljük, hogy a továbbiakban is a... Ezek az ítéletek dominálnak majd. Minden esetre 15 másodpercig támadhat még a Debrecen, de már 3 gólos a Miskolci előny. Egy sikeres védekezés most kiemelt jelentőségű lenne. Nagyon nagy gondobot Macsi Patrik. A kapufát is segítségül hívta. Igen, csak az a baj, hogy a másodikat lövik Tőzsérről. Tehát Tőzsér Dávid ugye egyenlőre a szép gólján kívül nem sokat tett hozzá. Ki le is veszi a mester. Le is kapja a mester rögtön. Igen, mert ez egy nagy hiba volt. Tehát még egyszer mondtam, hogy 8 méteren, 6 méteren nem fautolunk, zavarjuk. Ha már lefautoltuk, visszalépek, blokkolok. Se blokk nem volt, semmi nem volt. Lehet látni, hogy milyen agresszíven védekeznek. Igen, fogynak a lehetőségek a Debrecennek előtt, felfogják csavarni ők is.
a maximumra a keménységet, hiszen valamiképpen nekik is meccsbe kell maradni. 7-5-re vezette a házigazda, 3 perc, 20 másodperc van még a nagyszüneti. Megint csak egy szép ingak labdajáratás, és... Kiállítás! Hát ez ütés volt! Minden esetre nagy erőkkel mutatott mindenki a lelátóról be a medence térbe, hiszen a kapu előtt Török Béla nagyon látványosan megütötte ellenfelét. De nem ő a kiállított, hanem Smitula, akinek már ez a harmadik. Smitula kipontozódott már az első fél időben, tehát. Biros Barnát is kettős kiállítás. Kettős kiállítás. Hát ez nem jó, sajnos van két meghatározó játékosunknak két faultja, a Biros Barnának és a Tancernek. Bizony. Hát ez nem jó. Mindenesetre ez egy érdekes ítélet volt, mert nyilvánvalóan... Hát egy érdekes, mert először kiállítás volt. De hát általában a víz alatt, hát azt szokták mondani vízilabdás nyelven, mikor krokodilba megy le valaki, ott történnek dolgok. Na mindegy, támadásban maradtunk még mindig. Ez nem ment be. És az előbb a debreceniaknak szerencséjük volt a kapufával, most sajnos Krasznai lövésénél nekünk nem kipertült a labda, ugyanakkor nem változik az állás. Még mindig két gólos a hazai előny, de most egy nagyon jó védekezésre van szükség. Jön előre a vendégakció, Somlai kezében a labda már. Hoppá! Kicsit túlvállalta magát a debreceni sportás. És megvan a labda, nem kis nehézségek árán, de megvan a labda. Jöhet előre most egy újabb miskolci támadás, is megvan a labda szerző. Krasznai pedig már átkúszik a vendégtérfélre. Az a baj, hogy nincs benne meghatározó centerünk. Kapunk egy emberfort. Újabb kiállítás. Ezúttal a játékvezetők Bodorovskit küldték ki, és újabb hazai emberen ő vissza lehet állítani a 3 gólos különbséget. De most nincs bent Biros. Ennek ellenére szépen forog a labda, és egy nagyon nagy gól! Krasznai! Krasznai Bendegúz nem sokat teket úrjázott, és ez az ő harmadik találata már a meccsen. Gyönyörű szépen bevarta. Hát igen. Reméljük, hogy ez a kiállítás tudod, nem ragad rá a játékosokra, most kell vigyázzunk. Igen, most kell vigyázzunk, főleg a Biros Barnát kell védeni az utolsó negyedre. Aki meg is sérült, mert fejbe rúgták. Ez itt benne lobbizott egyébként Vidumanszky László. Miközben a kameraképp természetesen a medencében zajló eseményeket mutatja, de ott a medence parton sajnos orvosi ellátásra van szükség. Biros Barnát kell egy kicsit meggyógyítani. Ezügyben lobbizott Vidumanszky mester a játékvezetőnél, de hát érthetőleg most már ő is a medencében zajló eseményekre figyel, csak az a hatalmas nagy kérdőjel azért nem maradjon ott, hogy visszajöhet a Biros vajon folytatásra, kész lesz-e? Hát reméljük, hogy igen, mert ő nagyon hiányozna a második feléből a meccsnek. Igen. Hát a lényeg az, hogy nem szabad most gólt kapni. Tehát ezt a negyedet ki kéne bírjuk még gól nélkül. Kettő perc, 5 másodperc van még ebben a játék részben hátra. Kapu előtti szabálytalanságnál azonnal kiküldik a játékvezetők Tancert, és így most ember átlagos. Meg a harmadik sajnos. Ő is kipontozódott, és hogy nem legyen mellé még egy nagyobb probléma, egy jó védekezésre lenne szükség, de ez most nem jön össze. Somlai csapata 6. találatát szerzi ezzel az átlövéssel. Igen, hát erre lehetett számítani, hogy egy nagyon parázs mérkőzés lesz. Minden esetben azért az elmondható, hogy nem lehet egyszerű játékosok dolga sem. Nem nagyon lehet érezni, hogy mi az a fault határ, amihez igazodni lehet, nem?
nagyon könnyen jönnek az ítéletek. Igen. Hát végül is ilyenkor, ilyen esetben azért döntenek így a bírók, mert próbálják megakadályozni a brutalitást, tehát hogy ne fajuljon el a mérkőzés olyanná, kiállítás lesz. Újabb kiállítás a debreceni csapatban, újabb hazai ember előnyös játék, de nagyon ez fontos kéne, lehet ennek nagyon kéne belőni. Mennek a lóbák, szépen széthúzzuk a érdekező csapatot. Krasznai szétlövi a Debrecen. Krasznai negyedik gólját szerzés, az egyik gól fontosabb, mint a másik. Hát említetted, András, hogy beszélgettetek a fiatalemberrel a héten, hát megérte, szerintem... Én amikor tudok, nagyon sokat beszélgetek, főleg a fiatal játékosokkal, ők igénylik ezt. Tehát várják a visszajelzéseket is az edző, a vezetők részéről, mert nem elég, hogyha valaki csak dolgozik, ők még nem annyira profik, hogy tudják azt, hogy teljes mértékben hol is állunk. Tehát ilyen szempontból a kommunikáció az egy nagyon fontos tényező. És hát most eljutottam. Hazai kapuba ez a gól. A harmadik gólt lövi Közséről. Tülöp Bence ellenállhatatlan gól, de valóban Közsér Dávid, amikor majd visszanézi ezt a mérkőzést, biztosan ő is egyet fog érteni veled, hogy most ez a védő munka, ez nem a legjobb fajtából való. Mindkét oldal folyamatos változtatásokban, hiszen lassan közeledünk a fél időhöz, és bizony be kell osztani az energiákat a folytatásra. Jobb lett volna a három gól. Még megoldható, ugyanis akciót kezd a hazai együttes. Sélei Rauser úszik közelebb a kapuhoz. Érkezik rögtön a szabálytalanság vele szemben. 15 másodperc támadó idő. Ismeg! Vissza Sélei Rauserhez. Krasznai! Újabb kiállítás a kapu elől, a vendégek négyese Török Béla megy ki. Ő is kipontozódott. Hát. Mekkora védés volt! Közelről nem ment be! Hatalmas ütszer, nagy előtt, de nem tudta értékesíteni. Hát igen, ezek meccslabdák szoktak lenni. Elnézést kérek, vissza kell mondanom, Török Bélának csak a második kiállítása volt ez. Tehát ő még folytathatja majd. De egyelőre most arra kell figyelni, kiállítás lesz, hogy ne legyen kiállítás, de már elkéstem ezzel a gondolattal, jön is a kiállítás. Nagyon kevés akció megy le egyenlő létszámban. Ez nem Sélei Rauseré, atyaim! Ez könyörgöm, ez a Sélei labdája volt. Egyetértek velem. Hatalmas izgalmak közepette, pedig le is telt ez a mérkőzés. Első fele. 9 hétre vezette át a házigazda, és egy olyan találkozót láthatnak kedves nézőink, ahol egyetlen métert, egyetlen mozdulatot, egyetlen gólt sem adnak ingyen, nagyon komolyan meg kell dolgozni a vízben lévő csapatoknak mindezért. De tulajdonképpen az is elmondható, hogy végig tudta tartani eddig lépés előnyét a miskolci csapat. És ennek köszönhetően úgy érkezünk el a nagyszünethez, hogy 2 gólos, 9-7-es a hazai előny. Egyértelmű, hogy Krasznai nagyon jókor vette fel azt a fonalat, amit a sors elé dobott, nagyon pontos, nagyon szép gólokkal segítette csapatát a miskolci négyes. És ez azért is volt borzasztóan fontos, ugyanis Miros Barnabás itt az első fél idő végjátékában megsérült, és őt ápolni kellett. Közben elnézést kérek itt a kedves nézőktől, de egy kis rekedtség miatt most furcsa tónusban adom majd a folytatást, de szakkommentátorunk teljesen szépen el fogja tudni nekünk mondani azt a nagyon fontos választ, hogy ugye itt úgy kezdődött az évadás, hogy edzőt kellett váltani, és immáron Vidomanszky László irányítja a miskolci csapatnak a munkáját. És ugye általános igazság a sportban, a csapatjátékokban, hogy egy edzőváltás adhat új impulzust is annak a közösségnek, ahol ez történik. Igen, meghozta ezt a miskolci csapatban. Igen, mondani szokták, új seprű, jól seper.
Végül is én a Vidu már dolgozott nálunk, tehát én tudtam, hogy mit vállalok. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó döntés született, mert egy új szint hozott, egy új motivációt és egy új szisztémát. Tehát elsősorban a munkamorál egészen más. Tehát sokkal keményebb, sokkal többet töltenek vízbe a fiúk, tehát edzésidőt, és szegmensekre szét vannak szedve a mérkőzés folyamatok. Ez már látszott az előbbi mérkőzéseken is, ugye Szegeden is egy nagyon fontos győzelmet arattunk, ott, ahol a középcsapatok közül kevesen tudnak nyerni. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, és hát végül is az év vége messze van még, tehát van még itthon ezen kívül 3 mérkőzésünk, ahonnan ugye pontokat remélünk. Most, hogy hol fogunk tudni végezni, sok pontot elszórtunk, tehát 5-6 pontot elszórtunk. Ha minden jól ment volna, de hát kinek megy minden jól, akkor ott a 8. és 9. hely környékén kéne legyünk. Tehát remélem, hogy jó úton vagyunk és jó irányba. Reméljük, hogy egy kőkemény második félidővel meg tudjuk nyerni ezt a nehéz mérkőzést. Ugyanakkor a folytatás mérkőzései egyik fontosabb lesz, mint a másik, majd főként a hazai medencében esedékes meccsek. Még akár szebbé is tehetik ezt a szezon értékelést majd. Tehát kicsit előre szaladtunk, mert még azért van itt teendő ezen a mérkőzésen is. Elkezdődött a harmadik negyed a Panergy Miskolci Vízilabda Klub Debrecen első osztályú bajnoki mérkőzésen. 9-7-re vezet a éppen akcióban lévő fehér sapkás házigazda. Kiállítás és zicser, Pispek! Második bűnületes nagy helyzetét nem lövi be a hagyja zicserét. Most ki a Miskolci csapat. Sokadik zicserét, szóval én nem értem, mert egy nagyon, nagyon tehetséges játékos. Ahhoz, hogy igazán jó játékosnak számítson, ezeket a zicsereket be kell lőni. De még itt lehet orvosolni a problémákat a Csillai Rauser. Most szerencséje is volt Kósiknak, kipattant egy picit róla a labda, de annyira nem, hogy Bis meg megszerezhesse. Korrigált a kapus. Visszaúszás közben szabálytalanságot látott a játékvezető is. Ha jól látom, akkor Krasztanja kiállított. Elég baj, mert neki a második. Emberelőnyben jár a labda debreceni részről is. Érkezett Hoferica, de gyorsabb volt a labda. Nem volt ellenszer Fülöpence lövésére. Egy gólra feljön a debreceni együttes, 9-8 a Miskolci csapat előnye. Hát igen, ahelyett, hogy 3 gól, tehát zicser van, megint kihagyjuk, 3 gól, 1 gól. Úgyhogy sajnos Vismer Zsombornak a számlájára kell felírjam. Ugyanúgy, mint ahogy az Újpest meccsen 17 másodperccel a vége előtt megúszott 5 méter forral, és akkor is kihagyta. Tehát az egy pontba került, hát remélem, hogy ez nem fog pontba kerülni, de 3 gól helyett 1 góla. Hát reméljük majd a Miskolci 12-es szép találatokkal fogja ellensúlyozni majd ezt az előző mulasztását. Hűha, hűha! Nagyon nagy erőkkel dolgoztak Biros-Barnán a vendégek, de érdekes módon a játékvezető sípja néma maradt. Viszont az indítás az pontos. Lesz-e lövés a hosszú oldalról? Ez egy nagyon szép cselnek indult, de Vismeg gyönyörűen védekezett. Nagyon jól olvasta a játékot a Miskolci 12-es most is. Megszerezte a labdát csapatának. Ebből jön előre most a Miskolci akció. Krasztai! Újabb kiállítás. Kontrát ítél a játékvezető. Sőt, nem csak a kontrát ítélt a játékvezető, hanem egy kiállítás is van, ha jól látom, Krasznait kiküldték. Nagyon furcsa helyzetekben szólalnak meg a sípok ezen a meccsen, és
nehéz igazodni most ehhez, ezekhez az eseményekhez. Főként nehéz hazai részről. Újabb debreceni emberelőny. Most jön a lövés. És ez már az egyenlítő találat. Nem jól kezdődik a harmadik negyed. Gyorsan 2 gólt szerez a Debrecen, és eltünteti hátrányát a meccsen. Nehéz volt az elmúlt perceket. Sajnos vérszemet adtunk nekik, tehát az a, ilyen zicseren látod, megfordult a világ. Tehát ott 3 góllal elmész, valószínű, hogy még mindig 3 góllal vagy 2-vel vezetnél. A helyet döntetlen. Hát most kétségtelen, hogy azon a bizonyos hullámon, annak a tetején most a debreceniek vannak. De kiállítás, és most emberelőnyös Miskolci akciót láthatunk. Igen, csak vissza lehet venni a vezetést. 15 másodperc támadó idő még. Na nézzük. Atyaék. 2-es emberelőny. És Tőzsér Dávid második góljával újból vezet a házigazda. 10-9. Ez egy ilyen kemény csata lesz. Ilyen kemény csata lesz, úgyhogy itt az lesz a döntő, a perdöntő, hogy ki tud jobban védekezni. Sok kiállítás nekünk nem használ, mert ugye a kispadunkon van egy 17, meg egy 15 éves játékos, tehát azért ezt is szem előtt kell tartani, hogy igaz, hogy majdnem 2 negyedünk van még hátra. Bizony. És összeszedtünk 4-8. 9-11 kiállítás, tehát az rengeteg. Miskolci részről Krasznai és Biros vannak veszélyes zónában, vendégoldalról Török és Takács, akiknek nagyon kell figyelni, mert következő kiállítás a meccs végét jelenteti számukra. 10 másodperc támadó idő. Török kezében a labda, átforgat a túloldalra. Jó védekezés, Macsi Martin nem tudott lőni, most jön a lövés, kapufa! De visszapattan a vendégekhez, és már Török teszi is támadásba a labdát. Nagyon erős volt, lebirkózta ellenfelét Macsi Patrik, és egyenlíteni tud újból, 10-10. Kőkeményen beleállt a debreceni 8-as ebbe a helyzetbe is. Igen, csak eltolta magától, azt viszont innen lehetett látni, hogy úgy tudott előnybe kerülni, hogy eltolta magától, amit a bíró kontrának is fújhatott volna, úgy, ahogy az előbb lefújta az Émanit. Tehát ne keressük csak a játékvezetőkben a hibát. Sílei Rauser Vismeket hozza játékba. Vismek Zsombor tovább forgat. Biros nem nagyon tud érvényesülni. Atyaim! A debreceni 11-es Soblai Tamás végig ott kellemetlenkedett, szabálytalankodott Birossal szemben, és egy picit fel is paprikázta szerintem. Nemes basszút vett Biros Barna ellenfelén. Nehezen egy gyönyörű gól. Nehezen telik az idő. Ja, furcsa mód, igen, egyre gyakrabban pillogunk oda a órára, de még 4 perc 45 van a harmadik játékrészből is hátra. Kiállítás az 13-13, tehát egy szót nem szólhatunk. Elképesztő kiállítás, cunami söpör végig a meccsen. Alig-alig van egyenlő létszámos támadás. De hát most ez egy ilyen találkozó. És jól kezdi meg a védekezését a miskolci csapat. Kontra! Nincs gól! És jöhet előre most a... Hé! Kiállítás! Visszahúzás közben debreceni szabálytalanság, kiállítás, hazai emberelőny. Most kell egy kicsit lelassítani, ez meg is történt. Vagy Krasznainak mondjuk befejezni. Elindul a labdajáratás, 10 másodperc támadó idő. Jaj Istenem! Bárkonyi, figyelni kell lassan az órára is. Újabb kiállítás nem ér. Nagyon szép volt szerzett Lukasz Zélman, de belesíportak. Hova megy a Vismek Zsombor? Hova megy?
hova megy? Lendületet vett csak, hogy visszajöjjön. Újból neki lehet menni ennek az emberölőnyös játéknak. És nagyon fontos lenne befejezni. Sheila Irauser középen. Kapufa! Várkonyi Ádám nagyon megnézte. Egészen elképesztő színházat csinál a vendégcsapat ebből. Reklamálnak nagyon, hogy ott volt egy szabálytalanság a kapu előtt. És Macsi Martin szemlátomást nem annyira jól érzi magát, de... Az a baj, hogy mi megint kihagytunk egy emberfort. Az a nagy baj. Hatalmas nyomást helyez a debreceni kispad a játékvezetőkre ezzel az állandó reklamálással is. Hát nem annyira visszafogott kispaddal. Hát ilyenkor mindenki minden eszközt bevet. De azért a lényeg, reméljük, a játékon ott a medencében zajló eseményeken marad. 3 perc 38 másodperc van még a harmadik negyedből hátra. 11-10-re vezet a fehér sapkás hazai csapat. De a szabályos csere koreográfiájának eleget kellett tenni, és akkor most jön be a Debrecenbe Korbán Richárd hármassal. Mi ember hátrányban vagyunk, ennyire? Nem is értem. Miért kerültek, miért megint? Várkonyi a kiállított játékos. És egy védés! Fú, te jó ég! Közben kapus cserélt a miskolci együttes, és ezt már Moravcsik Martin hárította. Egy pillanatra nem látta, hogy hol van a labda, de aztán sikerült összeszedni a lasztit. Újból kettő lehet közte, ha sikerül ezt az akciót gólra váltani. Nagyon fontos lenne. Piros, Sheila Irauser, 6 másodperc támadó idő. Nem volt szabálytalanság a játékvezető szerint. Közben Lukasz Zémant végig provokálja ellenfele, de aztán csak sikerül kiszabadulni abból a húsdarálóból. Kiállítás nálunk. Tőzsér Dávid kipontozódott ezzel a szabálytalansággal. Ha jól látom, akkor ő már majd nem jöhet vissza. De még talán ennél is fontosabb, hogy sikerül-e majd megakadályozni. A törököt nem szabad hagyni lőni. Megvan a Moravcsik védés! Török Bélának valószínű, hogy a harmadikja. Hogyha az előbb azt mondtam, hogy Tőzsér nem jöhet vissza, az tévedés volt, mert konkrétan ott van a medencében, elszámoltam a kiállításokat. Minden esetre újabb hazai emberölőnyös akció, 10 másodperc van hátra még. Ennyi áll rendelkezésre, hogy lövésig jusson a csapat. Sheila Irauser blokkolják, de visszapattan a miénk ez a labda, Tőzsér szedi össze. Bilos Barnabás. Másfél perc van közben már csak hátra a harmadik negyedből. Sheila Irauser lövőcsel jön a bejátszás Zémanhoz. Kiállítás. És egy újabb emberelőnyös akció ad lehetőséget a gólszerzésre. Megint egy klasszikus labdajáratást próbálják széthúzni. Nem volt. A védelmet is. Akkora erővel jött a lövés, hogy egy kicsit még a kapus kezét is elvitte, hiába próbált bele kapni a labdába. Kosi kapus, nem jött össze a hárítás. Újabb lépést tett előre. A házigazda egy pontos lövéssel, újból kettő van közte. Tőzsérnek, Krasznainak, Bismegnek, Kancer, Birosnak kettő van, te jó Isten. A másik oldal is. Bismegbotond a másik oldalon, Macsi Patrik, Takács Kristóf,
akik még szintén érintettek. Igen, csak az a baj, hogy mi védekezünk. Igen. Utolsó perc kezdődik meg a harmadik negyeden belül. 12-10-es hazai vezetés. Vismek Zsombort küldték ki, nem volt még meg ez a labda a debreceni játékosnak, de... Ezt kéne kivédekezni. A játékvezető szava dönt természetesen. 8 másodperc. Megvan a védés! Moravcsik Martin szenzációsan szállt be a játékba. De jobb szélen teljesítő játékvezető visszaadja a labdát a Debrecennek. Kontrát látott. Vidomanszky mester nem nagyon érti. Sárga lapot kapott. Hát, nem egy nyugodt meccs, de sejthettük, hogy ilyesmi vár majd ránk. Igen, hát néha itt annyira izgulok, hogy el is hallgatom. Megvan az újabb védés! Igen. Káprázatosan jött be a meccsbe Moravcsik kapus. Marad még a Debrecennél a labda, de két nagyon fontos védés a fiatal kapustól. Megvolt a labda Birosnak, de visszafújja a játékvezető. 10 másodperc támadó idő. Újabb kiállítás. Elképesztő. Elképesztő. Moravcsik Martin lehúzta a rólót. Minden szögből lőtt a Debrecen, de nem lehetett neki gólt lőni ezekben az akciókból. Káprázatos egyéni teljesítmény a Miskolci kapuban. Innen látszik az, hogy Vidumánszky nagyon együtt él a mérkőzéssel, a mérkőzés ritmusával együtt él. A Hoferica, aki hát nem mondani, hogy rosszul védett, mert nem védett rosszul, de kapott egy pár olyan gólt, amiben talán egy kis szerencsével védhetett is volna. Erre fel a Vidumánszky behozza a Moravcsikot, aki eddig azt hiszem 100%-osan véd. Úgyhogy két góllal vezetünk, van még egy negyed hátra. Tőlünk egy játékos ki van pontozódva, tőlük a Török Béla és a Smitula Gergő, tehát egy back és egy átlövője. És van még, azt mondja, három játékosnak két kautya, náluk viszont ötnek van kautya. Tehát két kiállítása, úgyhogy ez egy nagyon parázs. Tehát én azt mondom, hogy egyáltalán nincsen még a mérkőzés lejátszva. Hát bizony, izgalmi faktor, azt hiszem, az kimaxolva teljesen ezen a mérkőzésen, ennél izgulósabb már nehezen lehetne. De hát ugye, hogy a javuló hazai teljesítményt mutatja, hogy bizony nagyon nem egyszerű játszani a miskolci csapat ellen. Igaz, megesnek még azért hullámvölgyek a hazai játékban, de ezt például itt nagyon jó egyéni teljesítmények ellen súlyozzák. Ahogyan Moravcsik kapus beszállt ebbe egyáltalán nem könnyű mérkőzésbe menet közben. Igen, azt jelenti, hogy egy nagyon jó idegzetű gyerek, aki ugye együtt tud élni a játékkal, és végül is akkor segít a csapatának, amikor baj van. Ez az igazi csapatember. Elmondanám, hogy a Tatabányáról igazoltuk ide, annak idején, amikor a Tatabánya kiesett, és hát jókora kiló plusszal érkezett, de nagyon-nagyon jól dolgozik, és meglátszik. Tehát kinőtte magát, azt hiszem eddig élete formáját végig, nem ezen a meccsen, úgy általában. És megvan a labda. Nagyon-nagyon fontos volt. Igen, ez a tényező is. 4-4-et. Mert most akár 3 gólos is lehet a Miskolci előny, ha ez az akció sikeres befejezéssel zárul majd. Na nézzük, Krasztai. Birosan dolgoznak, borzasztó nagy erőkkel. Nem hagy neki nyugtat Stefanides, de tovább megy a labda túloldalra. A támadásból már csak 6 másodperc van hátra.
Lukács Némán kereste a labda, de lehúzták. Eltüntették. Végül is ez ötös volt. Haladjunk annyiba, hogy ez ötös volt. Hát reméljük, a végén nem számít majd. Minden esetre marad a két gólos 12-10-es Miskolci előny. De most a debreceni akciót nézhetjük végig. Stefanides kezében a labda. Takács beteszi a sűrűjébe, de ott Krasztai nagyon jól dolgozik. Jönnek hála Istennek a hibák debreceni oldalról is, ugye azért ez nagy energiákat vesz igénybe ez a mérkőzés már. Hát borzasztó fontos lesz, hogy ki tud minél tovább higgadt maradni. Hihetetlen szurkapiszkák mennek oda-vissza a medencébe, de Biros még lőni fog egyet. De jó ég! Az elmúlt percek azért azt tegyük hozzá, hogy abszolút kapus parádéról szólnak. Egyik kapuba sem könnyű betalálni. Ez be kellett volna lőni. Jó lett volna. Igen. De még megtehetik. A miskolci legények támadásban maradhat a házigazda. Az lenne a jó, ha onnan jön egy kiállítás centerből, ha be tudnánk játszani centerbe a labdát. Biros kezében a játékszer, Krasztai. 8 másodperc, oldalháló csak. Ja, igen. Nagyon jó ítélet volt, tökéletes ítélet. Innen föntről látszott, hogy Macsi Martin szabálytalankodott. Visszakaptuk a labdát, csak már végre tudnánk elmenni 3 gólra, mert az nagyon fontos lenne. Bizonyán, az áru negyedben 3 gólas előny, ez tökéletes. De hát feltekert a védekezési keménységet a Debrecen a maximumra. De közelebb jönnek a miénk a labdával, persze. Sílei Rauser, Biros. Még egy kapufa, és ki a labda? Nem értük el. Amit kap egyébként ott a kapu előtt Lukács Zéman végig az akciók során. Lemaradtunk, az a baj, hogy lemaradtunk most egy kicsit. Tehát ember hátrányban vagyunk, hogy fogjuk ezt megoldani? Most zár vissza a hazai védekezés is. Nem tudtak gyors akciót végigfuttatni a debreceniek sem. Stefanides. 3 másodperc. És nem a miénk a labda. Fú. Minden szarságot, sajnos meg kell mondja, minden szarságot megfúj a bíró. Nem tudom, hogy mi a... Valóban innen föntről különösen nem jó ítéletnek látszott, de ez nagyon egyértelmű. Saját kapuja előtt Biros Barna védekezett jól, ennek labdaszerzés a jutalma, és jöhet előre most egy újabb hazai támadás. Igen, most kéne egy gólt lőjük, és akkor én azt mondom, hogy vége. Sílei Rauser közeleg a labdával. Nem volt rossz lövés, de... De jó se volt, mert akkor gól lett volna. Kúsi kapus ebben most beleállt nagyon. 12-10 hosszú percek óta, és elsősorban a két kapus jár élen, hogy ez a mondat így elhangozhat. Hatalmas védésekkel támasztják meg a kapusok csapataikat. De valóban egy újabb miskolci gól nagyon-nagyon kedvező folytatást teremtene. Hát egy ilyen ejtés most nem megy be Maravcsikon. Komolyabb labdákkal kell kifogni, vagy lehet kifogni. Ez az ejtés, ez nem volt ilyen. Sokadik megúszásunk. Csak lőjük be, mert ha nem lőjük be, gólt kapunk belőle. Lemaradt egy debreceni játékos. Ezt ki lehet használni. Sílei Rauser, Krasztai a szélen. Gól! Hiába Krasztai a meccs játékosa. Hatalmasat játszik Krasztai Bendegúz, a miskolci 4-es kiállítás közben. Nem tudom, nem. Nem? Cserék vannak, cserék. Csak cserék. Olyan intenzív mutogatásba kezdtek a játékvezetők, hogy pillanatra megijedtem. Ez elvileg elég kéne legyen. Mert ugye 3 perc, 50, majdnem 4 perc, 3 gól előny, szerintem elég kéne legyen.
Az elmúlt percekben nagyon jó a védekezés. Még kettőt ki kell védekeznünk. Csak most azt kéne, be kelljen, akinek nincs kettő. Tehát nagyon jó. A Macsit viszont meg kell fogni. Eddig nagyon szépen dolgozik a hazai védelem. És reméljük Moravcsik kapus is ugyanígy folytatja, ahogy az elmúlt percekben láttuk tőle. Kiállítás! Nem volt kiállítás, én kérek elnézést. Csak egy óriási csata volt. De sajnos a Debrecen az Debreceni gól az tény. A 11. találatot helyezte el a vendégcsapat a hosszú alsó sarokba. Igen. Tapintható a feszültség a medencében is. Óriási tétje van ennek a versenynek, de hát ez már elhangzott jó párszor. De tökéletesen alátámasztja minden történés a medencében ezt a mondatot. És meg Zsombor a labdával, közben ő nézi, hogy... Sorozatos verekedések zajlanak a medencében, nagyon-nagyon sok a szabálytalanság. Ítélhetett volna az elmúlt percekben legalább 3 kontrát, oda is vissza a játékvezető, de nem így történt. Most debreceni időkérés van. És nagyon nehéz eligazodni az eseményeken. Nem tartják kézben a játékvezetők ezt a meccset kellőképpen. Sajnos Biros Barnát elveszítettük. Meglett az ára hazai részről annak az elmúlt 30 másodperces kis káosznak, hogy így fogalmazzak. Nagyon komoly ütésváltások mentek a medencébe, de ebből sajnos a házigazda jött ki rosszul, mert Biros Barnabás kipontozódott. Ez nagyon érzékeny veszteség. 3 perc van hátra a találkozóból, és 2 gólos a hazai előny. Moravcsik! Hú, de kellett ez a védés! Igen, hát a Macsit meg a Moravcsikot meg kell fogni. Ezt viszont nem lehetett megfogni. Nagyon szép bejátszás ment középre. És Korbán Rihárd a 12. debreceni gólt helyezte el, és segített a kapufa most a kéksapkásoknak. Tehát még egyszer mondom, néha medencében lévők is nehezen igazodnak el az ítéleteken. Kint a lelátón. Igen, most csak jó fokozódik. Lenne majd, jó lenne majd az Émon megjátszani egy volt kicsi karmit. Egy gólosra olvatta a 3 gólos Miskolci előny, de hazai akciót láthatunk. Krasznai és Élei Rauser. Fogy már az idő. Lassan lőni kell. Jó volt a vendégblokk. Valósága felrobban az uszoda, de ami ott a kapu előtt zajlott, Macsi Patrik és Lukasz Zéman között, az elképesztő volt, de igen, nem volt síp. De nem volt síp, ez a probléma, hogy itt mindig van síp, ott meg nincs. Nagyon fontos egy jó hazai védekezés. Távol a kaputól most a labdás debreceni játékos. Ambíciózus vállalás volt, de nem volt pontos. A hosszú oldalt kereste Somlai lövése, de a kapufa külső sarkánál ment ki a labda. Egy gólt kéne lőjük, egy gólt. Az utolsó 2 percet belül. Krasznai és Élei Rauser. Elfogyott a támadó idő, úgyhogy lőni kell, gól! Élei Rauser
a harmadik gólját szerzi. És ezzel újból 2 gólos a miskolci előny. Nagyon fontos találat volt így a végjátékban. Ez nem is tudom elmondani, tehát igen, tehát ez olyan volt, mint az utolsó csepp oxigén. Rajtuk van, tehát nekik most sietniük kell. Tehát sietniük kell, és abban benne van a hiba lehetőség. Tehát ők már nem nagyon játszhatnak 30 másodperceket végig. Időprésbe került a Debrecen, nekik most az a céljuk, hogy minél gyorsabban befejezik akciójukat. A hetest meg kell fogni a Fülöbencét. Na nézzük, Stefanidis. Gyönyörű Moravcsik védés, és megvan a labda! Hát, lehet keresni hosszasan majd a meccsemberét. Több jó egyéni teljesítmény is volt, de amit Moravcsik Martin hozzátette ez a bajnokihoz, ez káprázatos. Krasztai és Sélei Rauser. Hát, látott a játékvezető egy... szinte láthatatlan szabálytalanságot. Megpróbálják meccsbe tartani a Debrecen, nem értem, hogy miért. Egy perc sincs már hátra, 2 gólos a miskolci előny. 14-12, és megvan a labda! Krasznai labdát szerez! Megszólalni ezekben a pillanatokban, mert felrobban a miskolci uszoda. Gyönyörű védekezés, gyönyörű labdaszerzés, és a megúszás után Várkonyi Ádám eldöntötte a meccset. 15-12-re vezet ezzel a góllal a hazai csapat. Fél perc van a meccsből. Gyönyörű, tehát ez, ami az utolsó 2 percben történt, ez szenzációs. És ott volt végig a... Mondtam neked, hogy a Debrecen az idő nyomása alatt tévedni fog. Tehát rá vannak kényszerülve. Lukács Zébent kiküldik a játékvezetők, de nincs befejezés! Időt kér Vidomarski László. Hát van 11 másodperc hátra. Nem vették észre egyszerűen. Vezettünk 3-mal, mi bajunk lehet? Tehát megvan a mérkőzés. Én azt mondom, hogy hatalmas akarással a fiúk hozták ezt a mérkőzést. És tekintettel arra, hogy a játékos palettánk a kispadon, ugye eléggé lyukacsos volt, mert a két 15-16 éves gyereket ilyen mérkőzésre életveszélybe tenni. Tehát effektív 5 cserejátékossal játszottuk végig az egész meccset. Én innen is nagy dicséretet mondok a csapatomnak, és remélem, hogy ez a folyamat ez folytatódik tovább, és a jövőben is fogjuk tudni hozni azokat a meccseket, amiket meg kell nyerni. Hatalmas boldogság hazai részről, mert a nagyon fontos mérkőzés a Debrecen elleni párharc győzelemmel ér véget. Panergyi Miskolci Vízilabda Klub Debrecen 15-12. Hát aki nem látta ezt a mérkőzést, bánhatja. Az bánhatja, mert egy igazi csemege volt, tehát láthatott az ember mindent, és minden jó, ha vége jó, tehát hogyha a hazai csapat győz, és főleg ilyen parás hangulatban, és úgy, hogy a hazai pálya nem feltétlenül mindig hazai pálya volt, ez azt jelenti, hogy a csapatunk nagyon-nagyon jó úton van, én remélem, hogy ezzel a stábbal, ezzel a felállással a jövőbe csak fejlődni fogunk. Én elköszönök, mindenkit üdvözlök, szép jó estét kívánok mindenkinek, és ne felejtsen el senki, hogy jövő héten egy ugyanilyen fontos mérkőzés lesz, amit ugyancsak közvetít a Miskolc TV, úgyhogy beírhatják a határidő naplójukba, nagyon szépen kérem önöket,
és akkor együtt tudunk megint örülni valószínűleg egy miskolci győzelemnek. Magdar Andrásnak, a miskolci klub sportigazgatójának köszönjük szépen a szakkommentátorságot, és hát nem volt nyugodt András itt mellettem, de hát nagyon sokszor elhangzott, már borzasztó nagy volt a tét, és ennek a tétnek szépen megfelelt most a miskolci csapat, csapatként is, szenzációs egyéni teljesítményekkel is. A kapuban Moravcsik, a mezőnyben Tőzsér, Krasznai, Biros, hosszasan lehetne még sorolni, jobbnál jobb produkciók jöttek a legeslegnehezebb pillanatokban, és mindennek egy nagyon értékes hazai győzelem lett a vége. A végeredménnyel búcsúzunk. Panergy Miskolci Vízilabda Klub Debrecen 15-12. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Hiszünk a céltudatosságban, a korszerűségben, a dinamikus fejlődésben. Mentó Környezetkultúra Kft.